Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban, és hamarosan kezdődik a Bolgár Magyar Gála. Major János tanár úr fog nekünk tolmácsolni, hiszen a Bolgár Táncegyüttes koreográfusával fogunk beszélni. Akkor azt szeretném tőlem megtudni, hogy mit kell tudni az együttesükről. A Iványlovgárdi Táncegyüttes Mereklé Táncegyüttesnek hívják, és 2011-ben jártak itt nálunk, amikor a Biljana Táncegyüttes gálaestet szervezett. Mit kell tudni az együttesükről? Hány tagúak? Hol lépnek föl? Milyen jellegű műsoruk van? 90-es években alakultak, nagyon sok helyen jártak, ebből szeretnék kiemelni az Amerikai Egyesült Államokat. Törökországban, Görögországban és Magyarországban léptek fel, ezeket helyezi a fókuszba. Volt már itt Karcagon, tehát tudja, hogy hova jött, mire számít a mai nap. Hogy ők úgy mentek innen haza Karcagról, hogy nagyon jó élményekkel, nagyon jó benyomással búcsúztak Karcagtól, és gyakorlatilag reméli azt, hogy ugyanazokat az élményeket, ugyanazokat az érzéseket fogja ma este látni, megtapasztalni. Gondolom a tarzsban ma sem lesz hiány. Lesz-e valami meglepetés, amivel készültek, hiszen 2 évvel ezelőtt is volt? Egy adiverset fognak majd bolgár nyelven szavalni, ennek meg fogjuk majd hallgatni a magyar szinkrontolmácsolását. Érezzék jól magukat Karcagon ismét, és találkozzunk még többször. Nagyon köszöni, hogy volt lehetősége elmondani ezt a pár szót, és köszönetét fejezzük ki a Biljana Tánccsoportnak a meghívásért. Major János tanár úr, a Biljana vezetője már azért nagy lázban ég, hiszen itt látjuk, hogy nagyon készülnek perceken belül kezdődik ez a nagyon szép gála, hiszen láttam, hogy nagyon sok tánc és nagyon sok érdekesség fog ma itt történni. Erről fogunk egy picit beszélgetni nézőinknek. Hogyan is érzi most magát, hiszen azért látom, hogy nagy az izgalom, érkeznek a ismerősök, köszöntik ön, gratulálnak, tehát azt hiszem, hogy ez külön egy ilyen jó élmény még a kezdés előtt. Így van, valóban izgatott vagyok néhány perccel most az előadás előtt. Hát elérkeztünk egy nagyon fontos évfordulóhoz, hát mondjuk úgy, hogy mérföldkő ez a Biljana Tánccsoportnak az életében. Azt gondolom, hogy 10 év az nagyon sok idő egy olyan tánccsoportnak a tevékenységében, munkájában, akiről azt tudom mondani, hogy stabilan működött az elmúlt 10 évben, nagyon sok meghívást kapott, bemutathatta tudását mind itthon Karcagon, mind pedig más városokban és külföldön. Jó leső érzés egyébként ez a 10 év, egy kicsit soknak tűnik, de szerintem a legfontosabb az, hogy még mindig együtt vagyunk, és még mindig csináljuk a régi tagokkal és az új tagokkal is, úgyhogy én várakozással állok a mai este előtt. Igen, ők is várakozással hallgatnak itt bennünket, hiszen látom, hogy nézik, és tényleg itt vannak azok, akik már egyetemisták, főiskolások, vagy már be is fejezték és dolgoznak, vagy éppen most tanulnak, tehát azt hiszem, hogy ez a bolgár zene, ez önnek köszönhető, hogy itt meghonosodott a városban. Gondolta volna 10 évvel ezelőtt, hogy ez egy ilyen siker lesz? Megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna, viszont rögtön az első években, amikor megalakultunk, amit már elmondtam többször, hogy 2001-től 2003-ig szakkörformájában tartottam ezeket a foglalkozásokat, és 2003-ban, amikor megalakult hivatalosan a Biljana Tánccsoport, akkor azért láttam a gyerekeken, a gimnázium tanulóin, hogy azért lesznek ennek a kultúrának követői és továbbadói, úgyhogy én igazából nem is azt látom, és nem azt emelném ki, hogy én juttattam el ezt a tánccsoportot idáig. A 10 évig szerintem ez nem az én munkám volt, hanem ez inkább már az övék, úgyhogy én külön szeretnék nekik gratulálni és megköszönni az ő munkájukat, az ő kitartásukat. Az, hogy ők továbbadják ezt a kultúrát, nagyon sokan önállósodtak már, elkerültek más városokba, ott táncházakat tartanak, és tulajdonképpen sok mindent továbbadnak ebből, és hát természetesen a táncosokon kívül én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szülőket kiemeljem, és ezt mindig elmondtam, és most is szeretném elmondani, hogy nagyon nagy hálával tartozok azért, hogy a gyerekek mögött ilyen szülők vannak, akik biztosítják azt, hogy ők eljárjanak a próbákra, hogy eljárjunk táncolni, úgyhogy hogy nem csak a gyerekek, hanem a szülők is azt gondolom, hogy dicséretet érdemelnek ebben. Akkor jelest kaptak ők is tanár úrtól. Mi lesz a mai este menete? Hiszen azért láttuk, itt vannak ismerős fellépő csoportok, akik azért rendszeresen itt vannak, a bolgár együttes képviselői is vannak, itt szomszéd megyéből érkezők is. Ki mindenkivel fognak ma fellépni? Így van, a mai este egy kicsit
az előzetes átvitatások után, megbeszélések után kicsit családiasabb hangulatban fog eltelni. Vendégeink lesznek a fellépők között a Berekfürdői Hagyományőrző Tánc Együttes, ők először szerepelnek a műsorunkban. Itt van az Iringó Tánc Együttes, ők már több alkalommal felléptek a gálán, itt van Nagy Emese, előadó művész, aki énekelni fog, ő egyben az Iringó Tánccsoportnak a vezetője is. Nagy Roland érkezett hozzánk szólótáncokkal, magyar táncokkal, Bucsáról, ő is már régi ismerősünk, és itt van a Kuncsorgó Citar Együttes, aki 2 évvel ezelőtt először mutatkoztak be egyáltalán közönség előtt, úgyhogy így néz ki a meghívott előadók köre, és hát természetesen itt vagyunk mi is, a Billianások, akik úgy azt hiszem, hogy egy ilyen összesen egy ilyen 50 perces műsorral készültünk, és vannak bolgár vendégeink is, akik privátban érkeztek hozzánk, közülük a Darina Gajdarovát fogjuk látni Adi verset szavalni bolgár nyelven. Azt hogy ez is egy kuriózum lesz. Én azt kívánom, hogy még legyen 15., 20., 30., 40. évfordulója is a Billianának, és hasonló, vagy még ennél nagyobb sikereket kívánok önnek és a csapatnak. Nagyon szépen köszönöm a társcsoport nevében, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen!